Üdvözlök mindenkit! Ez a videó arról fog szólni, hogy hogyan nézd a kifordított magyar óra videóit, tehát hogyan tudod úgy befogadni ezeket a tartalmakat, hogy az igazán hasznodra váljék. Elsőre fura dolognak tűnhet egy videót csinálni a videó nézésről, hiszen más sem csináltok naphosszat, amennyire én látom, mint videókat néztek. Ugyanakkor ez mégis egy picit más folyamat lesz, az erről szóló tudnivalókat szedem össze továbbiakban röviden. Az első és legfontosabb dolog tudatosítani, hogy ez a videónézés, ez nem az, amit egész nap csinálsz, más a cél, itt nem az a cél, hogy szórakozz, nem az a cél, hogy elüsd az időt, hanem az lenne a cél, hogy tanuljál ebből a videókból. Tehát ez fontos, hogy tudatosítsd, hogy a tanulás az nem ugyanaz, mint a szórakozás, bár hogyha jól csinálja az ember, akkor a tanulás sem olyan borzasztóan szörnyű. De lényeg az, hogy más aggyal, más szemmel kell nézni ezeket a videókat. Ehhez pedig az kell, hogy fókuszálj. Ezek a videók nem lesznek hosszúak, ezek pár percesek lesznek, maximum negyed órások, ezt megígérhetem, de az fontos, hogy ezt a pár percet, amit ezek a videók elvesznek az életedből, ezt úgy töltsd, hogy csak erre figyelj. Vagyis kapcsolj ki minden mást, némítsd le a telefonodat, kapcsold ki a zenét, zárd be az összes többi böngésző ablakot, ne messengerezz közben, ne menjen a játékkonzol, tehát tényleg ebben a pár percben ezekre a videókra koncentrálj. Létezik egy városi legenda a multitaskingról, és sokan gondoljátok azt, hogy lehet egyszerre több mindent csinálni, egyforma hatékonysággal. Most az a rossz hírem, hogy a multitasking az valójában nem létezik, és amikor te azt gondolod, hogy egyszerre több dolgot csinálsz, akkor valójában nagyon gyorsan váltogatsz a tevékenységek között, és hogyha ezek közül a tevékenységek közül az egyik a tanulás, akkor az nagyon nem lesz hatékony, csak az időd megy el vele. Aztán a következő fontos dolog az a jegyzetelés. Ugye, ahogyan azt megbeszéltük, a kifordított osztályteremnek az a lényege, hogy amit eddig az iskolában csináltunk, azt otthon csinálod, és amit eddig otthon kellett volna egyedül csinálnod, a tananyag elmélyítését, a gyakorlást, ezt fogjuk odabent az iskolában közösen csinálni. Ez azzal jár együtt, hogy ezekről a videókról nem lenne rossz valamiféle vázlatot, jegyzetet készítened. Hasznos, hogyha ehhez már a videó elindítása előtt összegyűjtesz mindent, amire szükséged van, tehát füzet, toll, legyen készenlétben, hogy tudjál jegyzetelni. A másik nagyon fontos dolog, hogy amikor írsz, akkor mindig állítsd meg a videót. Az egyik nehézség az iskolai tanórákban éppen az, hogy ott egy tanár beszél, viszont 25-30 gyerek tempójában kellene ezt lejegyzetelni, és ez nem mindig sikerül. Na most pont az a jó ezekben a videókban, hogy megállíthatod őket addig, amíg írsz, és ezt tudom is javasolni. Sőt, kifejezetten kérem, hogy amikor írsz, akkor állítsd meg a videót. És csak olyasmit írj le, ami világos, amit értesz. Hogyha valamit nem értesz, arról mindjárt lesz szó, hogy akkor mi a teendő. A másik nagy előnye ezeknek a kifordított óráknak, hogy itt a tananyag befogadásánál a saját tempódban haladhatsz. Tulajdonképpen ezért is próbálkozunk ezzel a módszerrel, hogy differenciáljunk, hogy mindenki a saját tempójában tudjon haladni. Tehát, amint mondtam, amikor éppen élsz, akkor állítsd meg, vagy hogyha valami olyasmit hallasz, ami esetleg gondolatokat indít el benned, uram, bocsá, vagy meglepő, akkor nyugodtan megállíthatod, újraindíthatod, ha valami nem volt világos, vagy esetleg nem érthetően mondom, ugye nem valami csúcsminőségű a hang, időnként egy picit buborékos, lehet, hogy nem minden hallatszik elsőre jól, nyugodtan tekerd vissza, vagy az egészet akárhányszor lejátszhatod újra, ha úgy esik jól. Tehát bátran szánd rá az időt, és a saját tempódban haladj. Amit nem javaslok, az az, hogy gyorsan túllessél rajta, és nem tudom, sorbanállás közben vagy, olyan helyzetben tekerd végig csak azért, hogy lemenjen, amikor nem tudsz koncentrálni, ennek olyan sok értelme nincsen. Persze nem akarok beleszólni az életedbe, de csak úgy végig pörgetni ezt a videót, szerintem nem sok értelme van. És ami szintén fontos, hogy kérdezz. Akkor érted a tananyagot, akkor van valami érdemleges input, ha meg tudsz kérdéseket fogalmazni. Ezeket a kérdéseket felteheted
akár itt a videó alatt is, de ha abban a szerencsés helyzetben vagy, hogy én vagyok a magyar tanárod, akkor természetesen az iskolában, a tanórán kérdezhetsz bármivel kapcsolatban, ha valami nem világos, vagy ha valami gondolatokat ébresztett benned, esetleg ötleteit támadnak. Pont ezért jó ez a módszer, mert így lesz idő az iskolában ezeket átbeszélni, más tananyagokkal összekapcsolni. A magalás az egy bevett és népszerű módszer, de sajnos nagyon nem hatékony. Tehát itt ezeknek a videóknak nem az a célja, hogy a következő témazáróig bemagold azt, amit ebben hallasz, hanem az lenne a cél, hogy aktívan tanulj. Aktívan tanulni pedig akkor tudsz, hogyha nem csak passzívan memorizálod az információt, hanem azt értelmezed, tovább gondolod, kérdéseket teszel fel vele kapcsolatban, tehát igazán elsajátítod azt, amit hallasz. Tehát röviden összefoglalva még egyszer, akkor lesznek hatékonyak ezek az oktató videók, hogyha más szemmel nézed őket, tehát nem ugyanúgy, ahogy a TikTokot pörgeted, vagy a YouTube-on egy nyúlüregben elmerülve nézel különböző téged érdeklő tartalmakat egymás után, hanem kicsit átállítod az agyadat, ha fókuszálsz, ha jegyzetelsz, ha a saját ritmusodban haladsz, és hogyha kérdezel, és tovább gondolod a hallottakat. Hát ennyi lett volna. Röviden, hamarosan jelentkezem újra. Sziasztok!